Trenkó Péter a következő vendégem, gyors vendégcsere volt itt az asztalnál, vendéget cseréltünk, témát tulajdonképpen nem, mert hogy részben azt fogjuk folytatni, amivel Szanyi Tiborral is beszéltünk eddig. Mi várható ma a néppártnak az ülésén? Van-e ember a Földön, aki ezt nagy eséllyel megmeri jósolni, hogy minek nagyobb az esély? A kizárásnak, felfüggesztésnek, minek? Lehet, hogy van ember, én ki kell, hogy ábrándítsam a nézőket, mert én nem fogom tudni ezt biztosan megmondani. Vannak könnyebben megjósolható helyzetek, amikor szívesen mondom meg, hogy mi várható, és vannak olyanok, amelyek kevésbé, és ez az utóbbi a közé tartozik. Amit egyelőre nagyobb valószínűséggel lehet állítani, de ez sem biztos egyáltalán, hogy a kizárásnak talán kisebb az esélye, mint a felfüggesztésnek. Uh-huh. És hát ugyebár mi okozza alapvetően a nehéz megjósolhatóságot, az, hogy a 270 delegáltból van körülbelül 60, kevesebb, mint 60, aki eddig úgy tűnik, hogy inkább támogatná a Fidesz kizárását, vagy felfüggesztését. Van körülbelül 40, aki azt mondja, hogy ő mindenképpen a Fidesz mellett szavazna, de hogy a többiek hogy szavaznak, jelesül a de nagy több, mint országok. Nem tudunk. Igen, még többet is. Tehát hogy az, hogy igazából a többiek hogy szavaznak, ezt nem nagyon tudjuk, és a legnagyobb pártok esetében ez nem egyértelmű, mint a német kereszténydemokraták és kereszténszocialisták, az se egyértelmű, hogy mekkora lesz a frakciófegyelem, hogy úgy, mint mondjuk a Sargentini jelentés esetében a képviselők saját magukra rá van bízva, többé kevésbé, hogy szavazzanak, vagy pedig fegyelmet várnak el a képviselőktől, és nem tudjuk azt például, hogy a lengyel képviselők hogy fognak szavazni, és ugyebár mindezek meglehetősen nehezen megjósolhatóvá teszik az ügyet. Az biztosan kijelenthető szerintem, hogy ha a Fidesz marad a néppártba felfüggesztés nélkül, az nekik egy nagy diadal, ha pedig kizárásra kerülnek, akkor az pedig nekik egy hatalmas veszteség, akkor is, hogyha ezt ellenkezőképpen kommunikálná adott esetben a kormánypárt. Igen, ezt akartam mondani, hogy nyilván számunkra azért az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy a Fidesz hogyan jön ki ebből a történetből, és ugye nagyon sok olvasat mondja azt, hogy egyébként teljesen mindegy a Fidesznek, hogy kizárják vagy nem zárják ki, mert nem véletlenül indult el nagyon sok vonalon, újságcikkekben, vezércikkekben, mind a két variációnak a magyarázata. Tehát, hogy mind a kettőt jól el tudják majd itthon adni a saját közönségüknek mindenki. De miért jó? Ez az európai parlamenti választásig szerintem megállja a helyét, ez a megállapítás, tehát hogy a Fidesz akkor is fog tudni mozgósítani, hogyha kizárják az Európai Néppártból, még talán jobban is. Mert és akkor azt mondhatja, hogy na tessék, mert hogy mi a bevándorlás ellen vagyunk, és a bevándorlás párti erők még ezt is meglépték, hogy kizártak. És a magyar ellenes erők az Európai Néppártban felülkerekedtek, Soros György ügynökei, és ezért szükséges, hogy megmutassuk azt, hogy Magyarország milyen erős. Természetesen ezt el lehet játszani, nyilván a Fidesz szavazók lenyelnék azt is, hogyha azt mondanák, annak ellenére, hogy több mint egy hete hergelik ugyebár a saját szavazóikat Manfred Weber és az Európai Néppárt ellen, de azt is elfogadnák, hogyha azt mondaná a Fidesz, hogy hát mondjuk hát az elmúlt egy hétben nem hergeltek Weber ellen azért. De, az elmúlt bár egy hétben de jó, is. Most igen, igaz, hogy most ez megint beindult. Nagyon, nagyon, nagyon intenzíven. Én azt gondolom, hogy zajlik a Fidesz tábor felkészítése a lehetséges legrosszabb forgatókönyv, ez pedig a kizárás, és azzal együtt, hogy mondom, lehet azt mondani utolsó pillanatban, hogy hát érvényesíteni tudtuk az akaratunkat, sikerült meggyőznünk a néppárt többségét, egyelőre még érdemes maradnunk. De egyébként visszatérve az előző gondolathoz, én azt egy elég lapos elemzésnek tartom, amikor sokan tényleg azt mondják, hogy gyakorlatilag minden egy a Fidesznek, hogy bennmarad vagy kizárják. Nincsen olyan egy ilyen hangsúlyos döntésnél, hogy a két opció az ugyanolyan jó lenne valaki számára, és az, hogy a Fidesz azt kommunikálja, hogy nekik szinte mindegy, mert így is úgy is erősek lesznek, az nem jelenti azt, hogy ez igaz. Ha a Fidesz kikerül az Európai Uniónak a mainstreaméből, az Európai Parlamentben a gyakorlatilag általában együtt döntő, a
szavazatokon többséget adó pártok közül, akkor az nagyon alásná a jövőben az érdekérvényesítő képességét, akkor, amikor költségvetési tárgyalásokról van szó, akkor, amikor korrupciós ügyeknek az elbírálásáról van szó, de és egyébként az európai tanácsi döntésekben úgy általában, tehát, hogy ez nagyon sok ponton aláshatja a Fidesznek a pozícióját. Szerintem egyáltalán nem mindegy. Az, hogy az elmúlt 8 évben Orbán Viktor ki tudott építeni egy hibrid rezsimet az Európai Unió közepén gyakorlatilag, az leginkább annak köszönhette, hogy a néppárton belül van, és mindezt nagyjából komolyabb következmények nélkül tette meg. Ez azért érdekes, amit mond, mert ugye vannak olyan vélemények, hogy eddig azért nem nagyon bántották a néppárton belül a Fidesz, mert azt gondolták, hogy ezzel jobban lehet regulázni. Miközben lehet, hogy pont ez adhatott felhatalmazást Orbán Viktornak nagyon sok lépés megtételére, hogy átlátjátok egyébként a néppártnak a tagja vagyok, és amit itt mondott, hogy ha kikerülne a néppártból, akkor ha nézzük a jelenlegi jóslásokat, nincs olyan becslés, amely azt mondaná, hogy ne a néppárt lenne a legerősebb párt majd a választás után. De hát gyakorlatilag az Európai Parlamentben akkor ellenzékbe kerülne a Fidesz. Ez gyakorlatilag biztos. Ami ugyebár plusz egy év lehet Manfred Weber számára, hogy végül én szerintem a manővereit nagyon nehéz Manfred Webernek értelmezni, számomra legalábbis, de az a helyzet, hogy sok néppárton belüli szereplő számára is. De én azt hiszem, hogy a legfőbb célja az volt, hogy nyitva tarthassa a kérdést, hogy bármelyik pillanatban mondhassa azt, hogy van három feltételem, ezek igazából nem teljesültek, de mondhassa azt is, hogy többé-kevésbé teljesültek. De az, ami szerintem Manfred Webert talán annak az irányába tolhassa, hogy erősebb lépést tegyen a Fidesz-szel szemben, az az, hogy ha Fidesz bemarad az Európai Néppártban, az előző beszélgetésben is elhangzott, akkor a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek, ezek az ő szavazataikra valószínűleg mind szükség lesz a néppárton kívül, mert a néppárt abszolút kisebbségben lesz az Európai Parlamenten belül, az ő szavazataikra kevésbé számíthat. De az biztos, hogy a liberálisok és a szociáldemokraták szavazataira szükség van. Ezek a frakciók és vezetőik, illetve leendő vezetőik már nyilvánosságban megfogalmazták azt, hogyha a Fidesz a néppárton belül marad, akkor nekik nagyon nehéz lesz Manfred Weberre szavazni, mint bizottsági elnökre. Tehát, hogy nem egyértelmű az, hogyha a Fideszben marad, az matematikailag javítja az esélyét Manfred Webernek. De a végén ez a kalkuláció fogja szerintem eldönteni azt, hogy mi a Fidesz végleges sorsa. Tényleg bonyolult a helyzet. Egy momentumot elemet nézzünk még meg, mit mutat, mit sugan az, hogy Orbán Viktor személyesen kimegy erre a vitára. Ugye csak, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, ő gombot itt nem nyomhat, tehát ő nem szavaz, ő felszólalhat, megadják neki ezt a lehetőséget, elmondhatja a véleményét. Ugye ezekre a nagy jogállamisági vitákra egy nagy részt kiment, a legutóbbira már nem az komolytalannak tekintete, de most kimegy, ez mit mutat? Ez ugyebár szemben azzal, amit az Európai Parlamentben általában láttunk, hogy Orbán Viktor feláll, és akkor beolvas az egész Európai Parlamentnek, ezt itt nem fogjuk látni, ugyanis ez zárt ülés lesz. Tehát ezt akartam kérdezni, sehol nem látható, nem közvetíték, nem adják ki. Nem, ezt nem közvetítik. Én szerintem ez azt mutatja, hogy Orbán Viktor igenis benne akar maradni az Európai Néppártban. És ezt azért fontos hangsúlyozni, mert egyébként tényleg sok ezzel ellentétes vélemény fogalmazódik meg. Azért a Fidesz manőverei az elmúlt napokban szerintem arról szóltak, hogy próbálják meggyőzni a néppártiakat arról, hogy ők valójában érdemesek a néppárti tagságra. Közben mindig van egy fél mondat, hogy de ha kint maradunk, akkor sincs gond. Uh-huh. De Orbán Viktor alapvetően azért megy oda, hogy mosolydiplomáciával és személyes varázsával meggyőzze a néppárti képviselőket arról, hogy a Fidesznek igenis a néppárton belül van a helye. Aztán, ha ez nem sikerül, akkor nyilván szükségből erénk. Tehát ő most győzködni megy, ez érdekes, amit mondott, hogy nem szerepelni, ő ezeket felszokta használni, ezeket az alkalmakat arra, hogy szerepeljen, mert ezekben tudja, hogy erős, de hát ez nem erről szól, ezt nem fogják. Nem, hát azt lehet csinálni, hogy az ülés előtt, meg ülés után belemondja a magyar kamerákba, hogy jött-e megvédeni Magyarország érdekét, ezt valószínűleg láthatjuk majd, de ezek a látványos, ilyen szimpadias felszólások, ezek ma nem lesznek. Rettenetesen kíváncsian várom, én személy szerint, a mai nap történéseit szerintem sokan mégis a nézőink közül is azt gondolom. Köszönöm, hogy itt vagy ma reggel. Én köszönöm.